Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit, Önök az Igaz Gyöngy műsort látják. Gere Lilla vagyok, a következő egy óra házigazdája. Fejben dől el? Mindig fejben dől el? Van ennek valami realitása, vagy már annyira beleivódott ez a köztudatba, hogy ezt igazán igazsággá vesszük? Erről szeretnék beszélgetni ma este kedves vendégemmel, dr. Bagdi Emőkével, emeritus és egyetemi tanár, pszichológus. Ha jól meghatároztam, de bizonyára nagyon sok mindent kihagytam. Köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást, és először is szeretnék egy kicsit bővebb bemutatkozást kérni tőled. Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel, szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Valóban én emeritus egyetemi tanár vagyok, ami egy olyan tisztség, amikor az ember már a hivatalos szolgálati időn túl van, akkor még mindig tovább szolgálhat, amennyiben erre érdemesnek tartja őt az egyetemi tanács. Így vagyok én ilyen tovább szolgáló egyetemi tanár. Pszichológusként klinikai szakágon tevékenykedtem egész életemben, és mellette most még az utóbbi években az érdeklődésem az egészségpszichológia felé fordult, és ebből is szakvizsgáztam. Úgyhogy így most már ezt a területet is szakértőként a magaménak mondhatom, de hát van mellette még szupervizori végzettségem is, de most nemigen sorolnám a végzettségeket, inkább csak azt, hogy mindehhez olyan történetek kötődnek, hogy például a szupervízió, ami hivatás gondozást jelent magyarul, csak ugye nem hagyta az Európai Uniós döntés, hogy mi ezt átkereszteljük, tehát meg kellett hagyni az európai konszenzust, hogy legyen szupervizor. A hivatás gondozás bevezetése például a közvetítésemmel, segítségemmel történt, tehát így van jelentősége, hogy kimondom, hogy van egy ilyen szakág is. És azt kell mondjam, hogy ma különös jelentőségűnek tartom, mert hogy a lelkipásztoroknak a lelki gondozását is épp oly fontosnak tartom, mint ahogyan azoknak, akik segítő hivatásban dolgoznak. És ha mindjárt bele is vágok, hogy erről pár szót szóljak, ez most aktualitást is nyert, mert hál' Istennek újra felújult az az elhatározás, hogy például az én református egyházamban lelkipásztoroknak azt a fajta saját személyiségükkel, lelki erejükkel, hitük megerősítésével, ami személyiségi kérdés is, foglalkozás, módszeres foglalkozás történjék, mert úgy tűnik, hogy erre egyre nagyobb a szükség. Már ezen a területen is. De ha belegondolunk, orvosok elmennek Magyarországról, kevesen maradtak, nagyon a kevés orvos nagyon kiégetté válik. Márpedig ez egy olyan, hogy az orvos orvosság is tud lenni a szó szoros értelmében, személyiségével gyógyíthat, ha részt tud venni a beteg lelki helyzetében, vagy egyáltalán van rá 2 perce, hogy foglalkozzon vele. De hát végtelen szomorúsággal mondom, hogy a statisztikák szerint a szülőnek a gyermekével való napi időráfordítása, hogy beszélgetnek, 7 perc. Nem tévedek. Friss statisztika, 7 perc. Mit kívánjunk akkor azoktól, akik viszont lelkeket gondoznak, ugye a pszichológusok számára, mentálhigiénikusok számára, egy gyógypedagógus, nem sorolom föl az összes segítő hivatást, ahol valóban az van, hogy tényleg a személyiség munkaeszköz, és a munkaeszköznek a karbantartására hihetetlenül nagy szükség van. Na hát ezért van olyan nagy jelentősége, hogy én még ezt a szupervizor szakmát is, vagy hivatást is említettem, mert ez nagyon jó, hogy a Károli Egyetemünkön folyik egyedül Magyarországon a szupervizorok képzése. Hát ezt nagyon-nagyon örömmel hallom, mert azt gondolom, hogy hosszú éveken keresztül erre nem volt lehetősége a lelkipásztoroknak. Ami rögtön felmerült bennem kérdés, hogy a lelkipásztorok mennyire látják ennek a szükségességét, vagy mennyire fogadják el? Ez nagyon érdekes, mert kiégést megelőző, stresszkezelő gyakorlatokat, tréningeket tartottam különböző helyeken. Erdélyben is voltam,
Párciumban is voltam, Nagyváradon is, Magyarországon is több helyen voltam, most nem sorolom föl, hol, milyen helyeken, ahol én olyan meghittségben dolgoztam lelkipásztorokkal, én magam is hívő vagyok, elkötelezett, gyakorló, református hívő, és természetesen mi egymással nagyon is jól szót értettünk, és őszintén tudtunk arról beszélni, hogy egy hivatással együtt járnak olyan a szolgálati feladatokból is adódó gondok, amelyek a személyiséget komolyan, hát fogyasztják. Csak egy példát mondok, egy lelkipásztortól például elváratik szerintem minden felekezetben, hogy nyitott ajtó legyen, hogy hozzá be lehessen menni emberi gondokkal. Igen. Tiszteletes úr vagy tisztelendő úr, egyaránt felkeresik a hívek, és azt szeretnék, hogy akkor álljanak rendelkezésre. Ez a nyitott ajtó, nyitott szem, egész világ szeme előtt lenni, és egy olyan fajta tulajdonítás is van, hogy nektek aztán tessék talpon maradni. Nektek nem lehet a világon semmi bajotok. Ti vagytok az erő. Hát pszichológusként hányszor hallottam ilyen, vagy, hogy mondjam, téveszméket. Ti olvastok a lelkek mélyén. Miért olvasnánk? Ha képzettek vagyunk, akkor annyira, amennyire képzettek vagyunk, de hogy különleges talentumokkal az ember, vagy legalábbis nagyon kevesen rendelkeznek. Tehát tulajdonképpen a személyiségnek a finom csiszolása, alkalmassá tétele az empátia működtetésére, a másikra figyelésre, a gondoskodó szeretetre, azt, hogy valóban az vele töltött idő minőségi idő legyen, hogy cseppment idézzem. Tehát ezek olyan követelmények, amelyek nem mondja senki, hogy csak úgy adsz, és nem töltekezel ismét. És ugye a hívő emberek számára például a lelkipásztorral szemben elég komoly elvárás, hogy a tiszteletes úr pedig, ha lehet, semmiféle olyan lelki gonddal ne mutatkozzon a hívei előtt, ő nem gyászolhat, ő nem lehet kiborult, ő nem lehet, pedig ugyanúgy érhetik őt tragédiák. És természetesen az, hogy ez az elvárás az, hogy mindig hajókötél, idegzetű, tökéletesként kell mutatkozni, ez nagyon nagy nyomás. Na hát most nem sorolom tovább, de én annyira örülök, hogy most ez így az utóbbi időben ismét előtérbe került, hisz többször nekifutottunk már annak, hogy ez általános legyen. Szorványosan előfordult, hol? Olyan helyeken, ahol valóban ráébredtek lelkipásztorok arra, hogy erre nagyon nagy szükség van. És mi össze is állítottunk szépen közösen, közös gondolkodással olyan listát, hogy minek kellene történnie ahhoz, hogy lehetne megváltoztatni például akár csak egy lelkipásztornak a munkaköri leírását. Most ez nagyon furcsán hangzik, de ez fontos, hogy ugye hány órát töltsön ezzel, azzal, amazzal a munkával és a saját lelke épülésével mennyit töltsön. Én még nem olvastam olyan munkaköri leírást, amelyben az le lett volna írva, hogy te pedig ennyit és ennyit tölts a saját lelked erősítésével úgy, hogy nem lelkipásztor társaddal, bár töltheted, nagyon jó, de ha lehet, akkor olyan segítővel, aki kívül van a te szakterületeden, és viszont minden idejét, erejét rátszánja, neked áldozza azért, hogy a te személyes problémáidat elfogulatlanul próbálja megítélni. De ugye például miért mondjuk azt, hogy az orvos nem gyógyíthatja meg a saját gyerekét? Azért, mert a saját érzelmi kötésekben én egy pszichológusnak nem lehetek, tehát azokkal, akikkel együtt dolgozom, egy nyájban vagy egy rendelőben, én azoknak nem lehetek igazán a lelki segítője, mert kell, hogy a mi már meglévő kapcsolatunkat, ami befolyásolja az ítéleteinket, fölülírja egy olyan, aki kívülálló, nincs a hierarchiában, akinek egyáltalában nincs semmiféle köze az én előmenetelemhez, vagy a jövedelmemhez, vagy hát el tudod képzelni. Tehát egy elfogulatlan igazi segítő, na hát ez szolgálja a szupervíziót. Most belevágtunk nagyon ebbe a témába. Nem is beszéltünk erről, de igen, azt gondolom, hogy szoktunk imádkozni, hogy ez a műsor olyan legyen, amit az Isten szeretne látni, hallani igen, tőlünk, igen, mert hogy eszközei vagyunk, igen, és ezért bízunk abba, hogy tényleg csak azokról beszélünk, amit így ő van, szeretne hallani, és azt hiszem, ez nagyon-nagyon aktuális. Nagyon. És hála Istennek belegondolok, hogy mikor én olyan kérdést kapok, hogy hát mondj már magadról valamit, mutasd már be magad, akkor én egy perc alatt már is a szakterületemen vagyok. Szóval, hogy úgy őszinte vagyok. Nem esik jól időt arra fordítani, hogy magam valahogy előtérbe állítsam, mert én nagyon mélyen azt hiszem, hogy az, ami az én hivatásom, az egy szolgáló hivatás. És attól a pillanattól kezdve, hogy én esetleg
másokhoz szólhatok közvetve vagy közvetlenül. Bennem van valahogy az a parancs és az az alázat, hogy mondd, tedd azt, ami a számukra hasznos. Talán innen jön, hogy bocsánatot is kérek, hogy a nagy önmemutatás nem történt, de nagyon örülök, hogy elmondhattam a szupervizorság kapcsán, hogy ennek milyen jelentőségét látom. Köszönöm, és ha már itt tartunk, akkor megragadom azt a gondolatot, hogy akkor a pszichológusokat kigondozza. Igen, nálunk a szupervízió az befoglalt a kötelezettségeinkbe olyannyira, hogy amikor mi terapeutává képződünk, akkor ennek van egy saját élményű szakasza, így nevezzük, amikor mi megyünk el kliensnek, és nagyon sok órán keresztül, jelenleg ugye 300 óra a kívánalom, aki majd terapeuta lesz, majd utána elméletileg fölkészül a pszichoterápia tudnivalóiból, és utána jön egy kötelező szupervíziós szakasz. És akkor különböző pszichoterapeuta társaihoz, nem akinél ő saját élménybe volt, hanem különböző pszichoterapeuta végzett már, és erre jogosítvánnyal rendelkező szupervizor, tehát tulajdonképpen szénior társakhoz, idősebb társakhoz megy szupervízióba, és akkor kapja majd meg a jogosítványt, ha ezután végigvezet kontrollban egy esetet, az eset végigvezetését egy írásba befoglalja, és ezt megvédi egy testület előtt. Így történik a pszichoterapeutává nevelés. Ebben benne van a szupervízió. Amikor megkapjuk a szupervizor oklevelet, aláírjuk azt is, hogy kötelezettséget vállalunk, hogy a saját személyiségünk épségének a gondozásával törődünk, vagyis szupervízióra járunk. Ez olyannyira benne van a követelményekben, hogy például van egy rendelő, ahol többen rendelnek és pszichoterápiás munka folyik, ott el van rendelve az, hogy megegyeznek, hogy a hét mely napján hozzák az eseteiket és a problémáikat az illetők, ugyanis ez nagyon érdekes dolog. A szupervízió nem kontroll, nem. Mi nem a munkájukat kontrolláljuk, hanem jön azzal a gondjával, hogy elakadtam, nem látok tisztán, itt van egy probléma, hozta a páciensem, valahogy nem tudok eligazodni. Vagy például nagyon nehéz helyzetben vagyok, nem tudtam visszautasítani egy olyan családterápiás felkérést, amiben kiderült, miután már kiderült, hogy egy kamasz fiúval nagyon nagy problémák vannak, de képzeljétek, hát nekem is nagy problémáim vannak a saját kamasz fiammal. Tehát itt ütközések vannak, nem szeretnék vakfoltot, nem szeretném, hogy az én saját a fiammal kapcsolatos problémáimat úsztassam be, és ettől nem láthatom tisztán a másiknak a problémáját. Segítsetek, hogy az enyémmel dolgozzunk, hogy tisztán tudjak ott szolgálni a másik hasznára. És még sok hasonlót tudnék mondani, ami nagyon izgalmas és nagyon különleges, hogy ráébredünk ezek lényegében önismereti, meg személyiségi vakfoltot tisztogató olyan alkalmak, ahol a terapeuta személyiségéről van szó. Arról, hogy ő ott abban a helyzetben a hivatását azáltal nem tudja megfelelően gyakorolni, mert benne van valamilyen elakadás. Ugye például egy példát mondanék, hogy csoporthelyzetben azt mondja az egyik két páros csoportvezetésről van szó, azt mondja az egyik csoportvezető, amikor megbeszél és szupervízióra kerül, hogy annyira nagyon sajnálom, de van, ami a társamban egy anirritáló. Csinál bizonyos mozdulatokat, és ezt a mozdulatot csinálj, én olyan ingerültét válok ettől. És hogy itt beszéljük már meg nyíltan, ott a csoporton én nem szólhatok neki, hogy ne csináld már ezt a mozdulatot, de itt beszéljük már meg, hogy és erre azt mondja a társa, tehát mutasd már meg nekem azt a mozdulatot, hát nem is tudom, hogy miről van szó, amire te ilyen érzékeny vagy. És erre az illető fölemeli a kezét, és az valami ilyesmit, egy lendületet bedobsz-e, valami lendületet bedobsz, és akkor azt mondja, de most ez a mozdulat, hát nem tudom, hogy kibe mit ébresztett, de ugye azt mondja erre a szupervizor, hogy mondd, kérlek, te hol találkoztál az életedben ilyen mozdulattal? Emlékeztet téged ez valamire, valakire? És kire? Próbáljunk már emlékezni. Mikor volt olyan mozdulat az övén kívül valamikor, ami nem hatott rád jól. Pozitívan. És igen. Tudod, hogy mi derült ki? Hogy az apjának, ugye? Hát igen. Rájövünk. Na, abszett. De mi azért jövünk rá egy perc alatt, mert nincs vakfoltunk. Azért, mert könnyű, kibisznek, semmisetek, bocsánat, de hogy a kívülálló mindig okosabb. Ezért nincs igaza, hogyha tanácsot ad valaki lelki dolgokban kívülről, mert először azt kell megtudni, hogy az illető belül
milyen helyzetben van, mert én hiába osztom az észt, hogy ezt csináld, azt csináld, ha neki lelkikészsége arra nincsen, hát nem érett a belső helyzet. Be se látja, hogy mit kellene. Csak a saját erőkkel lehet dolgozni. És ezt akármilyen furcsa most ezt a tisztelt hallgatóknak, nézőknek hallani, de így van, hogy nagyon nehéz megtanulni azt, hogy amikor szívből jövő egy olyan jó tanács, egy sugallat, hogy tehát esetleg ezt vagy azt tennéd, akkor meg kell várnunk nekünk, és ez egy fegyelem, hogy a másiktól, aki a bajba jutott, aki hozzánk fordul segítségért, ő mire képes? Tehát, hogy ő benne milyen készségek vannak, hogy majd mit talál ki, és mit fantáziál, hogy mit is lehetne tenni ebben a helyzetben. Ugye, mire megszabadul a gondolkodás töprengés közben, ami biztonságos jelenlétünkben, megszabadul a szorongástól, és érez valami olyat, hogy jó, hát most itt ebben a helyzetben én tényleg biztonságban vagyok, hát mit, most mit is kellene tenni? Mert ugye, amikor beszorulunk, akkor debilizáló szorongás állapota lép föl, de benne mindnyájan mi ilyenek vagyunk. Beszorultunk, szorongunk, a szorongás túl közel van a memóriaközponthoz, beszűkül a gondolkodásunk. Nem jut eszünkbe a legevidensebb sem, hogy igen, egy telefon, egy semmi. De hogyha nyugodt helyzetbe kerülünk, mert hogy te vagy a terapeuta, és én itt így elmondom, hát így volt, úgy volt, és akkor te hallgatsz, és hát akkor te mire megkérdezed, tehát mégis mi jutott eszedbe, hogy mire gondoltál? Ja, én nem gondoltam semmire. De ha most gondolnánk együtt valamire, hát induljunk el együtt, hogy egy ilyen helyzetben, voltál te már ilyen helyzetben? Hasonlót megoldottál már? Hogy voltál? Láttál olyan helyzetet, ahol megoldották? Mi jut erről eszedbe? Addig, meddig, és simogatjuk a lelkét, míg ő valahogy elénk tárja, hogy neki mi a saját megoldása. És bizony az úgy van, a saját lábunkkal tudunk lépni, idegennel csak botladozni tudunk. Ezek nagyon szép dolgok az én szakterületemen. Nem véletlen, hogy én annyira szeretem ezt a hivatást. Köszönöm szépen, de azért most egy picit megtudtunk rólad is, hogy te hogyan működsz, meg hogy akkor mi az előírás egy terapeutának, hogy hogyan kell letenni, vagy hogyan tudja letenni azokat a terheket, ami az ő sajátja, hogy munkáját tudja jól végezni. Így van. Ezt nevezzük személyes mentálhigiénének. És azért itt jegyzem meg, hogy én boldog volnék, hogyha volna a mi kapcsolati kultúránkban, a hétköznapjainkban a személyes mentálhigiéné iránt érdeklődés. És hagyd mondjam el, ki van ezt találva? Hogy ugye mi hordozzuk a terheinket. Pszichológushoz fordulni nagyon nehéz, mert egy egészségügy elutasítja, alig-alig van, pszichológusai orvosokkal töltik be, vagy egyáltalán segítő ápolókkal. Tehát pszichológusok nem tudnak bejutni, hogy hivatalosan szolgáljuk az elesett embereket lelki ügyekben, szenvedőket. Ugye azt kell mondjam, hogy kényszervállalkozónak megyünk, mert hát mit csináljunk, közben meg hát dolgozni szükséges, és a pszichológusnak ebben a saját tevékenységi körében pénzt kell kérnie, mert meg kell élnie, a kereslet nagy, ugye a kínálat pedig szűkös azért, mert nem tudják megfizetni azt az összeget, amit kénytelen kérni. Most nem is megyek bele ilyen gazdasági ügyekbe, csak jelzem, hogy nagy kár, hogy nincs benne ugyanúgy, ahogy az egészséghez való jog törvényében benne van, egészségügyi törvényben, de nekünk tényleg jogunk volna testi, lelki kapcsolat és spirituális egészséghez. Ebből leszűkítve a betegségtudomány, mert én nem egészségtudománynak nevezem, betegségtudomány, a betegségtudomány kiveszi a maga részét, hogy csak a beteg emberekkel foglalkozik, és ezen belül is, amennyiben a betegség lelki természetű, akkor ellátást nem nyújt, hanem elutasító. Mint hogy a betegségek, igen, nagy százaléka, több mint 60, nagyon komolyan összefüggésben áll lelki tényezőkkel, stressz tényezőkkel, és így tovább, és ez el van utasítva, tulajdonképpen egy nagyon áldatlan egészségügy működik Magyarországon, ahol pontosan azokat a területeket nem gondozzák, ahol hatalmas pénzeket tudnánk mi megkeresni a kormányzatnak, hogy jóra fordítsa, ha pszichológust alkalmazna. Egy példát mondok. Egy gyermek műtétéhez, például egy gerincműtéthez felhasznált fájdalomcsillapító mennyiség, a felkészítő műtét, a felkészítő lelki folyamat, a kísérő lelki folyamat,
Következtében bizonyított tény annyit spórolna meg, amin három pszichológus alkalmazására kerülhetne sor. Mégse kell pszichológus. Jó, most egy ilyen világ van, de akkor visszatérek oda, hogy nekünk abszolút van rá lehetőségünk, komoly segítő lehetőségünk, hogyha nézzük a tőlünk nyugatabbra lévő működő példákat. Bajba vagyunk, kihez fordulj? Ugye a Bethesda tavi ember, nincs emberem. Hát kihez forduljak? A lelki pásztorok pasztorálpszichológiai képzettsége gyerekcipőbe jár. Nagyon sajnálom, nagyon-nagyon, méretetlenül sajnálom. Most valami azért elindult. Van. És de azt ugye... hiszem a katolikusoknál is. Pontosan. Uh-huh. És a reformátusoknál is. Van. Uh-huh. Tehát most már azért igen. A felismerés gyerekcipőben. Megtörtént. De azért jár gyerekcipőben, mert a jelenleg működő lelki pásztoroknak a 70 vagy még nagyobb százaléka egyáltalán ilyen képzésben. Nem csak, hogy nem részesült, de még csak továbbképzésben se, de még csak szupervízióban se, tehát még csak a közelségét se érezte meg annak a jelentőségnek, amit nyújthat egy segítés, ha ő erre rá van képezve. Most szabadjon elmondanom Gyökösi Endrének, akit bizonyára nagyon-nagyon sok néző is ismert. Igen. Most jelenik meg, ugye 20 éve halt meg, és most jelenik meg az a könyve, amit én szeretetből szerkesztettem, amelyben összegyűjtöttem kiadatlan igehirdetéseit, olyan munkáit, amik nagyon szépek és nagyon szívhez szólóak, és tanulmányokat is befoglaltunk, amelyben méltatjuk az ő jelentőségét. A Szeretett Teológusa a címe. 25-én 14 órakor lesz szombaton a bemutatója. A könyvnek a Rádai utca 28-ban a teológia. Református teológia épületében. Milyen boldog vagyok, hogy ezt is elmondhattam például itt. Köszönöm, ezek nem voltak megbeszélve, de ez hát, fantasztikus. Ma 25-én, november igen, 25-án. November 25-e. Akkor két nap múlva. Két nap múlva, pontosan, uh-huh, igen. Uh-huh. Tehát talán még a legalkalmasabb pillanatban mondtam el. Nagyon örülök ennek is. De azt mondanám, és onnan ágasztam le, hogy megvannak már azok a módok, ahogy emberek tudnak egymás lelki életének gondozásába részt vállalni. Ezt co-counseling, kölcsönös tanácsadás, tanakodás, inkább ilyen kölcsönös megbeszélésnek mondanám, mert hogy nehogy már azt mondjuk kölcsönös tanácsadás, mert imént mondtam, hogy jaj, csak ne adjál már tanácsot senkinek, nem nagyon érdemes azért, mert ugye ha beválik, akkor haragszik rád, hogy milyen okos vagy, okosabb, mint ő, ha meg nem válik be, akkor azt mondja, hogy na én hozzád soha nem fordulok többé. Tehát tanácsot lehetőleg ne adjunk. Ezért ez a co-counseling tulajdonképpen kölcsönös tanakodás. Hogy néz ki? Mondjuk mi ketten, és ez bárki lehet, akik jó kapcsolatban vannak emberileg, szeretik, tisztelik egymást, nem családtagok, ez fontos, mert ott már megvannak a igen. Belső érzelmi kötések és elfogultságok. Tudod, én már akkor nagyon be vagyok olvadva abba a helyzetbe érzelmileg, amiben kellene, hogy segítsek, az nem megy. De két barát például, mondjuk mi elhatározzuk, hogy lelkünk gondozása érdekében hetente egyszer úgy találkozunk, hogy fél óra a tiéd, fél óra az enyém, te is hozod magaddal azt a fejedben is, vagy leírva azt a listát, hogy mi minden szörnyűség történt veled. Olyan, amit nem tudtál senkinek elmondani, nyomasztott téged, megviselt. És hát akkor nehogy már hordozd magadba, azért ne hordozd magadba, mert az érzelmi agy időtlen, és az érzelmi agy memóriájába raktározódnak el a mi bánataink, sérelmeink, fájdalmaink, tehát azt jobb kipucolni. Tehát mentál higiéni takarítás. És akkor én kérem, hogy kérlek szépen mondd el, én pedig hallgatlak. De Lilla, tiszta szívvel, úgy rád figyelve, hogy megszűnik minden körülöttem, tied az időm. És hallgatok. Miért hallgatok? Mert ha hallgatok, és nem zavarom meg saját elmeműködésemet azzal, hogy elkezdek azon gondolkodni, jaj, most mit kéne mondani, jaj, kéne valamit mondani. Képzeld el, kiderítették vizsgálatokkal, mikor a bajainkat mondjuk abszolút nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy a meghallgatóban mi van. Képzeld, ez így van? Igen. Igen. Ez így van, de mindenkinél. Uh-huh. Ez intellektustól független dolog, mert ha szorít a cipő, örülünk, hogy valahogy megszabadulhatunk a bajainktól. Szóval ugye, te mondod, én meghallgatok. Azért is hallgatok, mert van nekünk tükörneuron az érzelmi agyunkban, tükörneurontár, amelyik, hogyha én jól befogadom, amit te mondasz, szemkontaktus,
és hogy felveszlek magam a tükörneuronokba, te visszatükröződsz tulajdonképpen úgy, hogy én nem csak, hogy téged ott bent tudlak, érezlek, látlak, érzékellek, hanem még van egy éppen a bal agyféltekéhez menő külön pálya, úgy hívjuk frontolimbikus, de majdnem mindegy, hogy hívjuk, az a lényeg, hogy van egy pálya, amelyik oda szállítja az én okos agyamhoz, hogy most mit érzett meg a tükörneuronrendszerem. És én akkor empátiával itt tudok lenni veled. És akkor felveszlek. Magamba felveszlek, de még több. Hogy amikor nyugodt az én tükörneuron rendszerem téged fölvéve, akkor úgy működik az én segítő visszatükrözésem, mint ahogyan egy nyugodt tó tükrén minden rezzenéstelen, mit adok én vissza? Ezt az én odafigyelő nyugalmamat, és ezt visszaadom neked. Anélkül, hogy egy szót szólnék, segítek neked. Gyönyörű. És te segítesz nekem viszonosan, és ehhez nem kellenek szavak. Te is tudod, hogy néha a gyászban nincsenek szavaink, de elég, ha ráteszem a kezem a másik kezére. Elég, ha csak rápillantok, elég, ha csak benne vagyok az ő szomorúságában, és azt mondom, hogy veled vagyok. Igen. Én itt vagyok. Itt vagyok. A jelenlétnek a fontossága hihetetlenül nagy. Egy Binswanger nevű filozófus azt mondta, a megszentelt jelenlét, a megszentelt, és én ezt megtapasztaltam ezerszer, a megszentelt jelenlét. Na tehát két ember segíteni akar egymásnak fél óra ide és oda, miért csak fél óra? Mikor elmondtad a sírelmeidet, panaszaidat, ráadásul az a tanács, most egy kicsit profán leszek, hogy ahogyan a gondolat benned indulatként megfogalmazódott, hogy a fene egye meg valamilyen gonosz volt, olyan ilyen naturális szavakkal elmondani, úgy, ahogyan benned az a harag megfogalmazódott, vagy az a sérelem, vagy szomorúság őszintén elmondani. Mert a szavakkal utat talál a feszültség. Egy Pap János nevű kollégám, akivel egy nagyon jó barátom, és akivel a Ma még nem nevettem című könyvet írtuk, azt is igazolta, hogy különböző hangokra, különböző feszültségeket tudunk magunkból kanalizálni, üríteni. Beszéljünk, mondjuk el. Na most leteszed, és akkor hát kérdezhetnéd, na és akkor, ha én elmondtam, akkor az már mit jelent? Az segít valamit? Hát képzeld el, hogy úgy segít, mert segít, hogy a végén, amikor én is elmondtam, te is, és nem tovább, mint fél óra, mert bekerjedünk. Egy kicsit valahogy kedvet kapunk ahhoz, hogy még mondjuk, de fél óra elég, és hogyha elmondtuk egymásnak, akkor olyan együttérzéssel vagyunk együtt, és azt mondjuk, hát nézd, Lilla, eddig is te oldottad meg a problémáidat. Tudom, én nem mehetek oda, hogy én megoldjam, nem is szándékom, mert bízom benned, hogy te saját magad meg tudod oldani, de már annyi mindenem vagy túl, és te is megerősítesz engem, hogy te Emőke, amilyen a te életutad, annyi nehézségen túl vagy már, most ezt is megoldod majd. De mi egymásnak szövetségesei vagyunk, és akkor talán együtt elmondjuk azt, amit egy Paul Watzlawick nevű szerző, egy kaliforniai szociálpszichológus mondott, legyünk alázattal, velem sincs minden rendben, veled sincs minden rendben, és ez így van rendben. És akkor segítettünk egymásnak, és ezt ismételgetjük. Depressziósoknál megnézték 3 hónapi ilyen összeszövetkezéssel, a rendszeres, hát most így azt mondanám, lélektakarítás, a rendszeres lélektakarítással jobb állapotba kerültek. Hát akkor gondoljunk csak rá, hogy milyen is ennek a jelentősége. Köszönöm szépen. Visszatérünk egy picit az eredeti témánkhoz, így fél időben. Azzal vezettem fel, hogy fejben dől el. Igen. Ugye van egy ilyen könyvetek, hányan Igen. is közösen, Igen. közösen Igen. írtátok, Igen. és amikor láttam ezt interneten, akkor azt gondoltam, hogy erről annyira szívesen beszélgetnék veled. Valóban fejben dől el, vagy hogyan működik ez Igen. bennünk? Nagyon örülök, hogy erről beszélhetünk. Mindjárt azt javasolom, hogy az, akiben valahogyan felmerült a kétely, hogy tényleg a fejben dőlnének el a dolgok, csináljon egy kísérletet, kérjen meg valakit, aki ellenőrzi őt és vele tart. Egy gyűrűből egy kis cérnaszálon csináljunk egy ingát. Egy óra számlapja fölé
tartsuk úgy az ingát, hogy a másik, aki velem tart, lefogja a kezem. Nehogy mozogjak, nehogy csaljak, nehogy. Én egy borítékba beteszem, fölírom, hogy milyen számra gondoltam, hogy majd a partnerem ellenőrizhesse, és akkor tartom az ingát, ő meg fogja a kezem erősen, lefogja az ujjaimat is, tehát ő megmarkolja a kezem, nehogy tudjak csalni. És én tartom az ingát, látható, hogy nem mozog a kezem, és nézem az óraszámlapját. Pici türelem kell, 30 másodperc, az fél perc. És az inga az elgondolt szám irányába kileng. Bárki megcsinálhatja a kísérletet. Ejha! Hát ez meg hogy történt? Nagyon hosszú időn keresztül nem tudtak választ adni arra, hogy jut el a gondolat, a parancs az ujjakhoz, és hogy lehet az, hogy azok a kivitelező izmok, amiknek ki kellene váltani a mozdulatot, le vannak fogva, nem csinálhatják, mi az akkor, ami ezt csinálja? Hát rájöttek, amikor az elektromiográfot fölfedezték, az izom elektromos aktivitását vizsgáló készüléket, és elektromiogram írható, ami ugye kirajzolja egy monitoron, hogy milyen az izmoknak az aktivitása, vagyis hogy az innerváció, úgy mondjuk a feszülési szintje. És azt tapasztalták, hogy ebben az esetben azok a parányi pici rostok, amiket nem tudsz lefogni, senki, azok is megkapták a parancsot, ideomotoros válasznak nevezte el a tudomány, idea a gondolat, motoros a mozgásos kivitelezés. A gondolat azokat a pályákat, amelyek kivitelezésre alkalmasak, a többi izmomat is, azt is, ami le van fogva persze, csak hát nem tud működni. De azokat a pici rostokat, amiket nem tud lefogni semmiféle külső akarat, azokat is megszólította ez a gondolati erő, és azokhoz is odament, és azok viszont elindították a mozdulatot. Anélkül, hogy manifest látványa lenne, azok a rostocskák bizony megcsinálják, hogy a gondolatot kivitelezik. Hát ez meg hogy történik? Nagyon csodálatos a dolog. És akkor hogy szóljak most a korunk vezető pszichológia irányzata, egyik vezető irányzata, a kognitív pszichológia törvényeiről. Ez úgy szól, ha egy a tudatos tudatomba, a tudatos tudat ugye az, ahogy tudunk egymással kommunikálni, és a többi, tehát logikusan gondolkodunk, benn vagyunk a realitásba. Ha a tudatos tudatomba egy gondolatot beteszek, a gondolat nem üres, hanem képzetesedik. Ez mit jelent? Meg kell magyarázzam. Mondjuk arra gondolok, jaj, jön egy vizsgám. Jaj, föl fogok tudni én erre készülni. És akkor gondolhatok arra, persze, hogy felkészülök. Hát persze, hogy felkészülök. Ahogyan a gondolat erre vagy arra elindul, mert az nem egy gondolat, de mozog. Igen. Ahogyan a fejembe tudatosan vezetem a dolgokat, az szerint a képzet, a jobb agy félteke, az érzelmi agy, ami az elképzeléseket, képzeleti működéseket vezeti, már hozza is elém a képet, például azt a rémképet, hogy ott fogok elbukni, fú, micsoda szégyen, hogy megbukom, vagy hozza azt a rémképet, hogy jaj, még a küszöbbe is megbotlom, vagy azt, hogy el se fogok merni vizsgázni, vagy hozza azt a képet, hogy hát én olyan szerencsés fickó vagyok, hát még akkor is kivágom magam, ha nem tudnék úgy, vagyis merre fordítom a gondolataimat? Ha pozitívra fordítom? Na de itt jön a csoda, mi történik, amikor képzetesedik, vagyis így valahogy elképzelésé válik, akkor egy hatalom kezd működni. Nevezetesen nem marad a képzet csak úgy pusztán önmaga, hanem a képzetnek megfelelő lelki állapot hormonális működéseket indít. Hát bocsánat, el kell mondjam, mert hogy akkor megértjük, hogy hogy van ez a csodálatos mechanizmus, ami működik az emberben. Beteszem a rossz gondolatot, képzetesedik, mint rémület, már a szorongás hormonok, minden olyan, ami az adrenalin, noradrenalin, a kérekhormon, melékvese kérekhormon, mind stresszhormonok elöntenek. Miért? Mert a képzet hozza ezt a fajta belső biológiai valóságot. A test meg szolga, megcsinálja, hát ezt az üzenetet kapta, hogy következik a rémület. Tudjuk, a depresszió például immunszupresszióval jár. Ez mit jelent? Hogy nagyon nekibusultam, és már nincs jövőképem,
nem akarok élni, nincs kiér, nincs miért, se múltam, se jövőm, beragadtam a jelenbe szomorúan. Kapja az üzenetet, ezen a képzetesedés következtében a test, hogy vége, add föl az immunrendszer, elkezd szuprimál, tehát alacsonyabb szinten működni, sőt, akut stresszben, mikor valami nagy riadalom ér, akkor például elájul szabályosan, átmenetileg, tulajdonképpen, mintha ki lenne ütve, nem működik az immunrendszer. Hát ilyen csodálatos, hogy minden mindennel összefügg. Egy pozitív gondolat. Hát mit is gondolunk, hogy született a pozitív pszichológia? Hogy született? Ez, hogy pozitív pszichológia, már mindenki tudja. És szerintem na ez az, ami a közvéleménykutatást csinálnak, szerintem mindenki tudja. Pozitív, gondolja jóra, meg várd el a jót, meg képzeld el a jót, meg hasonlók. Hát ez azért nagy igazság, és azért lett ennek valamilyen diadalmenete ma a világban, mert tényleg a kognitív pszichológia bölcsesség, ami megtanított rá, hogy vigyázz, a gondolat képzetesedik, a képzet meg testi folyamatokban majd nagyon negatív vagy nagyon pozitív következményekkel jár. Nyilvánvaló, hogy a pozitív pszichológia pedig azt mondja, kérlek, ha ez így van, akkor már csak életminőség szempontjából is akarod jól érezni magad a bőrödben? Akarnád, hogy valóban harmonikus legyen az életed? Mi a te személyes felelősséged ebbe? Hát mivel tudsz te hozzájárulni? Hát van személyes felelősség is, ne okoljuk már, a párom olyan komisz, nem érzem jól magam a bőrömbe, a gyerekeim csak a gondokat okozzák, itt nem lehet boldognak lenni, hát ez így nem megy. Ha az egészet átalakítjuk, átkeretezés, reframing, így hívja, de átkeretezés. Aha. Igen. Hogy keretezzem hogy át? Ezt hogy lehet hát megcsinálni? Megtanuljuk. A tanult optimizmus, amit Seligman, a híres kutató, aki a boldogság pszichológia egyik mester, Csíkszentmihályi Mihály, Seligman, ugye ők a nagy apostolok, akik valójában hozták az új üzeneteket. Merüljünk flow-ba, figyeljen el az öröm áramlata, hogy valamit szívesen csinálunk. Miért? Mert letapogathatjuk, hogy akkor mi történik a szervezetünkben. Oxitocin mi az? Nem csak szülés siettető, bocsánat. Az oxitocin a szeretet hormon. A szeretet hormon. Árasszon el a szeretet hormon. Gondoljuk már el, kismama, szíve alatt a babája. Oda gondol szeretettel, jaj, de örülök, hogy meg fog születni, csak érezd magad jól. És kapja az oxitocin, a szeretet hormon áramlást. A gondolat képzetesedik, a képzet pedig odahat a testre. És így pozitív pszichológia, boldogság pszichológia azt mondja, azt nézzük meg, tulajdonképpen mikor voltál te igazán boldog? Mert nem az a kérdésem, hogy mitől vagy te boldog? Te magad mikor voltál boldog? És Lilla, az a csodálatos, hogy az, azt mondhatom, az emberiség kollektív válasza. Valami olyan, amikor együtt voltál a szeretteiddel. Valami olyan. A legritkább esetben fordul elő, általában ábrándozó kamasz fiúknál, hogy akkor voltam legboldogabb az életemben, amikor az apám megígérte, hogy vezethetem a kocsit, vagy nem tudom, ilyesmik. De egyébként az ilyen önös válaszok elenyészőek, mert a legboldogabb pillanat az, amikor szeretteinkkel együtt vagyunk. Na most, amikor azt mondom, minden a fejben dől el, milyenek az én terveim? Mi a párommal való közös élettervem? Hogyan, mit tervezek, hogyan fogom őt boldoggá tenni? Ilyenek. Most ez nagyon furcsán hangzik, de boldog akarok lenni. Carl Gustav Jung már múlt században megmondta, ja, ahhoz, hogy te boldog legyél, vagy hogy akarj valami jót, te, neked kell először adni azt a másiknak. Akkor majd vissza is kapod. Igen. Világos, erről van szó. Igen. Így van, igen. Így van. Tehát minden a fejben dől el. Igen. Betesszük a gondolatot a fejünkbe, és tudod, hogy nem csak rövid távon, hogy én most mit fogok tenni, vagy mire gondolok, nem hosszú célok. Távon. Itt jön a céloknak és a terveknek pozitív életépítő, másokat segítő, szolgáló terveknek, céloknak az egészségvédő szerepe. 10 éves követési kísérlet. Olyanok, akik egyáltalában nem akartak a jövőre gondolni, mert úgy érezték, hogy ilyen pesszivista módon, hogy ez egész nem ér semmit, hogy egyik napra a másikra túl kell élni a nehézségeket. A másik csoport pedig, hát igen, persze, ezt szeretném párommal elérni, meg gyerekek, meg család, meg boldogság, és azoknál 10 év múltán
Mind a kettő csoportot vizsgálták. Voltak ebben a csoportban, ahol ilyen rezignáció volt, sokan már nem éltek. Az, igen. Ez nagyon, 10 év, hát borzasztó. Uh-huh. És szív- és keringési zavarok, daganatos betegségek, addikciók, függési betegségek, igen. És a depresszió ebben a csoportban sokkal magasabb arányba uh-huh. fordult elő. Úgy mondjuk szaknyelven szignifikánsan. Tehát tudományosan bizonyíthatóan. Vagyis, hogy költöztessük be az életünkbe a derűt. Úgy is mondja a pszichológia, a gondolat minden hatóságának a törvényét felismerve, valóban olyan gondolatokkal lakjuk be a fejünket, ami, mert bizony belakjuk a igen. tudatunkat. Uh-huh. Igaz? Te viszed be azt a gondolatot, hat rád valahogy a világ. Lehet úgy értékelni, hogy az egész katasztrófas, lehet lesz a katasztrofizáló gondolkodás, és a rágódás az egyik olyan, amit hát a rágódásnak, ruminációnak az irodalma, szakirodalma akkora már, mert hogy minden kísérleti bizonyíték amellett szól, könyörgök, ne rágódj. Mondd azt, hogy stopp. Jön a rágódó gondolat, éjszaka voltál, már úgy nem alszol, na a rágódásnak a kinkeserve, hogy a végén ma olyan feszült vagy, majd kiugrasz a bőrödből. Leállítjuk a rágódást, és azt mondjuk, voltunk mi már így, volt ez már rosszabb is, és akkor költöztessük be a pozitív gondolatot, hogy már ezen is túl leszek, és hogy megbirkózom vele, bizalom önmagam iránt, és azt mondani, csak ha egy olyat találsz az életedben, ami az adott helyzethez hasonló, és már megoldottad, akkor gondolj vissza, hogy csináltad azt? Na akkor próbáld most is azt alkalmazni. És bizalom önmagunkban, bizalom a világban, előretekintés, reménység, hát a reménység a lelki izomzatunk. A legnehezebb körülmények között is bebizonyosodott, és ez is bizonyítja, hogy minden a fejben dől el, koncentrációs tábor túlélői, igen, a recski büntető tábor túlélői. Igen. Hát akármilyen példát hozhatok, számtalan gulágot túléltek, aki azt mondta, én pedig életbe maradok, túl fogom élni. Milyen gondolat ment be képzetesedni, milyen parancsot kapott az immunrendszer, milyen parancsot kapott a hormonrendszer, hogy életerő, serkentő, vitalitás, generátor hormonokat termelj, termelj ezerrel még, míg bírsz termelni, mert túl fogjuk élni. Túl fogjuk élni, és a gondolat ment oda, igen. És azt kapott hatalmat. Hát ilyen csodálatos ez. Én arra gondoltam itt, miközben hallgattalak, nagyon élvezem, hogy olyan rendkívül jó tanácsokat tudsz adni, de hogyha valaki olyan megy hozzád, aki tényleg most már nagyon beteg, és valami tragédia érte, és egyszerűen képtelen beépíteni ezeket a pozitív gondolatokat, képtelen megváltoztatni a negatív gondolatait a pozitív gondolatokra, akkor egy szakember hogy tud ebben segíteni? Tud egy szakember ebben egyáltalán segíteni, vagy neki kell döntenie mégiscsak, mert hogy nem vállalhatod át az ő szerepét? Hát soha se vállalhatjuk át, de mégis tulajdonképpen tökéletesen vele tudunk lenni a másikkal. És most, ha véletlenül az a képzet merült volna fel a tisztelt nézőben, hogy ez úgy megy, hogy mi átprogramozunk, rossz gondolat kidobni, jó gondolat fölvenni, ez nem így megy. Hanem először is takarítjuk a rossz gondolatokat, és vagyis amiről tudjuk, hogy nem megfelelő, és együtt vagyunk a másikkal, hogy megérthessük őt, hogy mi az, amit ő egy negatív helyére egyáltalán föl tud venni magába. Nyitni a jövőre, nyitni a reménységre, nyitni előre, és ha egy olyannal, aki már készülődik haza, oda átra. Hát akkor nyilvánvaló, hogy az első, hogy a lelki helyzetébe bemegyek. Ott vagyok vele. Egyáltalán mindig ott vagyok vele. És akkor, amikor már csak fölnézünk az égre, és azt mondjuk, a kontroll már nincs nálam. Uram, már tiéd a kontroll. Akkor, ha nem vallásos, akkor is lehet olyan irányban együtt gondolkodni, hogy mi az, amit ő lelkében úgy érez, hogy ezt a sok szenvedést, amit átélt például, tudna egy olyan nemes lelkű fölajánlást tenni, hogy én azokért szenvedtem, és szenvedek, hogy azok, akik tehetetlenül szenvednek,
Én átvállalok részt, fölajánlom a szenvedésemet, értük. Nemes lélek nyílik ki, aki kísért már olyan embert, aki már nagyon elérkezett oda, ahol nincs többé semmi ámítás és hazugság. Azzal az emberrel már lehet spirituális dimenzióban gondolkodni. Minden ember spirituális dimenzióval is rendelkezik. Akármilyen az ő hite, az, hogy mi az univerzumhoz tartozunk, és van egy képünk arról, hogy mégis honnan jöttünk, hova tartunk, még akkor is, hogyha az a világ képe, hogy ő a semmibe hullik, és valóban megsemmisül minden, akkor is mindazokat összetudjuk szedni az életébe, amik az ő életében az örökké valóság bizonyítékai. Mondom, például gyermeke van, igen, génjeiben tovább él. Akkor gondolkodjunk azon, hogy is van ez, szedjük össze életének boldog, örömteli pillanatait, szedjük össze, csináljunk belőle egy örömcsokrot, és úgy ezt a csokrot valóban helyezzük úgy idézőjelbe. Helyezzük úgy az ő mindennapjainak az asztalára, hogy minden egyes virág egy-egy olyan emlék, amiben ő boldog volt, amiben tudott örülni az életnek, és amiben azt mondhatja, hálát adok az életnek, hogy én 71-nál, 81-nál, nem tudom mennyi évet éltem, mert más csak 20-at, 30-at, akárhányat is, hálás vagyok, hogy megélhettem mindazt, amit megéltem, és hogyha eljutunk oda, hogy még nincs arca, nincs képzete annak, kinek adunk hálát, de tudunk hálát adni, olyan pozitív belső folyamatok tudnak indulni, amit például a boldogságpszichológia igazolt. A pozitív és a boldogságpszichológia arra büszke, hogy minden egyes javaslatához tudományos igazolások, evidence-based bizonyítékokon alapuló a tétel, amit kimond. Tehát elmélkedni arról, milyen szép volt az, amit már elhagy, és elbúcsúzni, vagyis, hogy világosan, ha már ő már tudja, és evidens előtte, akkor elrendezni mindent, és azokkal találkozni, akiktől neki el kell búcsúznia. És ez nagyon megnyugtató, nem csak neki, hanem azokra, akiket itt hagy, mert az nagyon fájó érzés, hogyha valakitől nem tudunk elbúcsúzni. De most eljutottunk egészen olyan partvonalig, ahol már arról van szó, hogy amikor leélt élet valahogyan, el akar szakadni attól, a valóságtól, amiben van, és rájövünk arra, hogy ezekben a beszélgetésekben valahogy kimondódik, nem azért, mert mi hittérítünk. Szó sincs rá, egy pszichológus például soha nem hittérít, érted, hogy mert hiszek, de az privát, hogy ő mibe tud hinni, ő mit tud elhinni a maga számára. És eljut oda általában az ember, akit ilyen szeretettel, jelenléttel, odafigyeléssel, empátiás ott léttel, hogy vele vagy, így kíséred, hogy valahogy kimondja, hát van másik valóság. Kell, hogy legyen. Mert hát tudjuk, a tudomány is hány dimenzió van. Hawkins professzor 9-11-jel kecsegtett bennünket. Hol vagyunk mi porszem emberi lények, amikor oly kevés a tudásunk arról, hogy mi van még az univerzumban, de talán az univerzumnak azt a egyetemes bölcs rendjét, ahogyan például a növényvilág, az állatvilág, az embervilág fölépült, és rámolunk arra, hogy hogyan történik az a csoda, hogy mindig van újjászületés. Abban a pici magban, amikor a hímivar sejt és a fetesejt találkoznak egymással, a szerelmes összeborulásban mi is történik? Tovább él bennünk hány ősünk, hány génje, milyen kromoszómák, az élet örök, és aki egyszer már adott életet, az örök életet visz tovább. Nem is akarnám ezt tovább mondani, hisz annyi szépsége van az életnek, és ha mi megnézünk egy olyan filmet, hogy 9 hónap, hogy lesz gyermek? Ha azt a csodát valaki, azt a misztériumot valaki végignézi, akkor fel kell tételeznie, hogy ebben a nagy káoszban, amiben élünk, van egy magas bölcsesség,
egy egyetemes rend. Ennek a rendnek engedelmeskedik az univerzum, a csillagok, a hold, az égi testek, más dimenziók, és engedelmeskedik a legparányibb sejt is, aminek a mélységeiig még el se jutottunk a felfedezésben. És akkor eljutottunk odáig, hogy azt beszéltük meg, hogy a műsornak a végén azért egy picit fogunk beszélni az adventről. Eljutottunk ahhoz a hithez, amiben azért mi hiszünk, protestánsok, hogy Jézus Krisztus eljövetele az advent. Mit jelent a számodra az advent? Először is személyesen, és aztán egy picit talán arról, hogy ma Magyarországon hogyan ünnepeljük ezt az adventet. Az én életemben, mint hogy én lelkész családban nevelkedtem, már gyerekkoromban az életem rítusává és szerves részévé vált, hogy templomba jártunk, mentünk, és az úrvacsoraosztás előtti bűnbánati héten megvolt az, ahogyan szembenéztünk saját hibáinkkal, bocsánatot kértünk azoktól, akikkel bármi haragot vagy neheztelést tartottunk fenn. Tehát egy olyan fajta kultúra részese lettem, hál' Istennek, amiben az adventnek a jelentősége azért óriási, mert mi valóban vártuk Jézus újjászületését, mert hogy minden évben személyesen nekem megszületik a megváltó, aki az én életemet is megváltotta. És ha én ebben kissé talán elérzékenyülve mondom, hogy hálát adok, hogy van megváltás. Ezzel a reménység újjászületik. Megszületik Jézus, és ahogyan az ő élete, az ő végig küzdött élete elvezetett a Golgotáig, az úton mindenben az embert váltotta meg, téged, engem, mindannyiunkat. Ez egy hit. Na de amikor azt mondom, hogy hit, akkor miről beszélek? A hittel kapcsolatos tudományos vizsgálatok fantasztikus dolgokat derítettek ki, mert mindenki hisz valamiben, valakiben. De amikor azt mondjuk a Biblia nyelvén, hogy a hit hegyeket mozgat meg, való igaz, hogy a hit által az a fajta belső állapot, ami a hitben megfogalmazást nyer, ezek meggyőződések. Senki nem tudja az igazát bizonyítani a tekintetben, hogy a bizonyítékokat követelő tudomány nem tudja oda tenni Isten létének azt a bizonyosságát, amit követel egyébként a tudomány, vagyis ott kezdődik a hit minden tekintetben, ahol megáll a tudomány. Bocsánat, hogy te fogsz élni 40 év múlva, nagyon remélem, hogy hiszel benne. És mi az, ami ezt élteti, az a remény, és senki nem tudja a biztosat, senki. De mi ezer olyan dologba hiszünk, amit egyáltalán nem tudjuk, hogy fog bekövetkezni. Tehát a hit akkora erő a lelki életben, ami mindenkiben működik, hogy azt igazolta a tudományos kísérletezés, hogy az az elvárás, mondjuk az én adventom, az az elvárás, amit én betettem a fejembe, a lelkemben, és képzetek formájában hordozok, az jobban meghatározza a valóságot, mint maga a tény, a valóság. Tehát a hit az olyan, hogy fölülírja minden valóságot, fölülír, mert amilyen az én hitem, amilyen az én reménységem, amilyen az én elvárásom, ahhoz igazodik a biológiám, ahhoz igazodik az elmém, minden ahhoz igazodik. Egy bibliai ige csak előbukik belőlem, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés. Hát ez a legtökéletesebb definíciója a hitnek, legalábbis azt hiszem, én ennél még nem találtam mint ehhez. Inkább. Így van. Vagyis egy belső bizonyosság. Hát most én azt mondom neked, az én belső bizonyosságom az, hogy az Isten engem éltett magas korom ellenére, sok jóval áld meg, és engedi, hogy szolgáljak. És én nem is éveket kérek, csak amikor hálát adok azért, hogy ezt mind megkaptam tőle, akkor azt mondom, hogy és lám, most újra és újra ott van az én életem bizonyossága a megváltás. Mert hogy megvált engem, megváltja a gyerekeimet, megváltja mindazokat, akiknek én átadtam ezt a hitet, és úgy érzem, hogy ez nekem szülői felelősségem is volt.
hogy konfirmáljanak a gyerekeim, hogy tovább menjen ez a hit, és ezzel azt a fajta protestáns tradíciót viszem tovább, ahogyan az elején őseim ott álltak az úrvacsoraosztásnál, és vették az úrvacsorát, és hogy a hittek abban, hogy Krisztus megvált minket, úgy tovább mehet az a hit, és mint hogy a hit hegyeket mozgat meg, mint hogy a hit az minden realitást fölülír, ezért megtanít minket arra, hogy tudjunk reménykedni. A hívő ember szüntelen reménységben él. A boldogságpszichológia pedig azt mondja, ki az, aki boldog ember, aki soha nem engedi el a reménységet. Hát ez az én adventi üzenetem is. El ne engedd a reménységet. A reménység a lelki izomzatot. Edzd minden nap. Minden nap edzük újra, és aki úgy hívő, mint magam is vagyok, hogy felekezethez tartozó vallásgyakorló, azt mondom, megerősíted azokat az erőket, amiket úgy nevezünk vitalitás generátorok, életerő serkentők. Mi ezt kapjuk a hitünktől, és ezt kívánom szívből mindenkinek. Hát azt gondolom, hogy ez gyönyörű befejezés volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ismét, és ilyen gyönyörű gondolatokat osztottál meg az adventről. Köszönöm én is, hogy velünk tartottak, kedves nézőink, és kívánunk önöknek nagyon boldog eljövetelt, hogy valóban, ahogy emőkétől hallottuk, ez a Jézus, aki megszületett erre a földre, ez újjá születhessen bennünk, amikor adventet ünnepelünk, és akkor megszületik a remény, az öröm, a boldogság, a szeretet a szívünkbe, és ezt tovább tudjuk adni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket, viszontlátásra! Thank you.